Üdvözlök mindenkit, Kádár András vagyok, a Jane Goodall Intézet főtitkára. Nagy örömmel köszöntök mindenkit a Csimpánzok Világnapja alkalmából. Most 2023-ban újra ünnepelhetjük 5. alkalommal a Csimpánzok Világnapját. Ez ugye 2018-ban vetették fel a zöld szervezetek, civil szervezetek azt, hogy ünnepeljük ezt a napot. Ugye ma július 14-e van, pontosan 63 évvel ezelőtt, 1960. július 14-én lépett a tanzániai Gombe Nemzeti Park partjára dr. Jane Goodall, és kezdte meg a csimpánz kutatásokat. Ennek a napját ünnepeljük a mai napon, így a nemzetközi szervezetként ugye 25 Jane Goodall Intézet van a világon, mindenhol ugyanezen a napon előadásokkal, rendezvényekkel, illetve különböző adománygyűjtő akciókkal ünneplik ezt a napot. Mi is így készültünk ezzel a webináriummal, vagy előadással, online előadással. Holnapi napon a Győri Állatkertben fogunk standolni, illetve játszani a látogatókkal, és ott még több mindent megtudhattok a csimpánzokról, aki el tud jönni, azokat szeretettel várjuk. Természetesen így a közösségi oldalainkon is folytatódik az ünneplés, folyamatosan osztunk meg híreket, videókat, tudnivalókat a csimpánzokról, illetve így a mai napon dr. Jane Goodall is küldött egy üzenetet az Instagramon, illetve a Facebook oldalunkon, a YouTube csatornánkon meg tudjátok nézni. De el is kezdem az előadást, amivel készültem, dr. Jane Goodall életéről, illetve a csimpánzmen helyekről fogok beszélni, így két csimpánzmen hely tartozik szorosan a Jane Goodall intézethez, ezekről fogok bővebben beszélni, illetve arról, hogy ti mit tehettek azért, hogy a csimpánzok fennmaradását segítsétek, illetve a csimpánzmenhelyeken élő árvák életét könnyebbé tehessétek. Úgyhogy a Facebook oldalon hozzászólásban nyugodtan lehet kérdezni, és akkor a végén pedig fogunk válaszolni rá, vagy pedig a később a hozzászólásban fogunk rá választ adni. Jó szórakozást és jó ünneplést kívánok a csimpánzok világnapján. Hát a legfőbb munkánk az, hogy igazából inspiráljuk az embereket, hogy cselekedjenek. Ezt ugye különböző akciókkal, illetve előadásokkal próbáljuk elérni. És tulajdonképpen nem nekünk kell azért tennünk, hogy bármi is változzon, hanem az embereknek, a közösségeknek összefogva kell különböző projekteket indítani, vagy beszélgetni a másikkal, információkat átadni, oktatásban részt venni. Nem csak a tanárokra kell gondolni, hanem akár, ha elmegyünk egy társaságba, beszélgetünk, akkor ott is nyugodtan föl lehet hozni a csimpánzokkal kapcsolatos tudnivalókat, illetve nagyon sokan, ahogy így járunk rendezvényekre, nincsenek vele tisztában, hogy milyen veszélyek fenyegetik a csimpánzokat, kik kutatják őket, illetve néha még a főemlősöket is összekeverik, a gorillát, a csimpánzt vagy az orangután. Úgyhogy ezért is jó ezekre a rendezvényekre járni, meg felvilágosítást tartani, tulajdonképpen akár egy online webináriumba, vagy cikkeket írni, ezeket hírlevélbe elküldeni, úgyhogy csupa öröm a munka, főleg amikor visszajelzést kapunk. Hát a legelején dr. Jane Goodallról szeretnék egy kicsit beszélni, így látszik, hogy ő is volt gyerek, ugye most jelenleg 89 éves múlt. Itt a 2 éves korában kapott egy plüss csimpánzt az édesapjától, és
mondhatjuk, hogy itt már elhatározódott az, hogy ő csimpánzkutató lesz, de persze ezt butaság lenne mondani, de minden esetre ez egy inspiráció lehetett a számára, és amikor már így a nagyobb lett, és ugye megtanult olvasni, akkor sokat járt könyvtárba, és a kedvenc könyve az a Tarzan és a Dr. Dolittle volt, amikben ugye már a vadállatokkal, vadállatos kalandokat érhetnek át az olvasók főszereplőkkel, és a főszereplők tudnak az állatokkal beszélni, illetve különböző kalandok során megmentik őket, vagy pedig egy kicsit azért jobbá teszik ugye a világot, és pontosan erről szól a munkánk is. Itt látható, hogy mennyire szerette ezt a plusz csimpánzt Jane, teljesen kihullott a szőre már így, pedig csak egy pár évet töltött a karjaiban. Aztán így az édesanyja, látszik még a képen, így ő volt tulajdonképpen Jane-nek a legnagyobb mentora, ő elkísérte Tanzániába is, és segítette a kutatásait, ellátta, illetve különböző, mikor beteg volt, akkor ápolta, tehát mindig is biztatta, hogy nagyon szép Jane, amiket gyerekkorában mondta neki, hogy nagyon szép Jane, amikről álmodozol, csak ezekért az álmokért tenni kell, nagyon sokat kell dolgozni, és minden egyes szembejövő lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy az álmod valóra váljon. Úgyhogy mindenkinek ezt javaslom, biztos mindenkinek vannak még álmai, de legyenek is, és ezeket lehetséges megvalósítani. És a harmadik képen pedig Rusty a kutyája látható, akit a legnagyobb tanítómesterének mond Jane. Tőle tanulta meg, hogy az állatok is érzelmekkel teli lények, és különböző személyiséggel, személyiségi jegyekkel rendelkeznek. Aztán így ugye el akart utazni Afrikába, ugye erre vágyott, csak az utazáshoz pénzre is szükség van, ezért elment dolgozni, és elvégezte a titkárnői tanfolyamot. Majd egy barátnője Kenyából küldött neki levelet, hogy szeretné, ha meglátogatná a farmjukon, és ekkor találkozott Dr. Louise Leakey-vel is, aki pedig egy paleoantropológus volt, ugye ő az ős ember nyomait kutatta, illetve az emberé válás kutatta tulajdonképpen. Ha így leegyszerűsítjük, akkor különböző ősember leleteket talált, csontvázakat, koponya maradványokat, és ezeket próbálta így csorba rakni Kenyába az oldóvai szakadékba, így évmilliók alapján, vagy évezredek, tízezredek alapján, hogy alakulhatott ki az ember. És az egyik ilyen lelet mellett talált egy eszköz maradványt is, és tulajdonképpen ez volt az a egy új fajnak a felfedezése, ezt elnevezte ezt az embert ügyes embernek, homo habilisnek, ugye ez már eszközöket készített és használt, ez az emberfaj. És hát én csak őrült tudósnak szoktam mondani így a gyerekeknek az előadás során, hogy ezt találta ki, hogy tulajdonképpen a főemlős rokonaink, ugye a gorillák, csimpánzok, orangutánok, ugyanúgy élhetnek, mint a korábban ez az ősember, ez az ügyes ember, és ezért kiválasztott három fiatal lányt, akiket elküldött az őserdőbe egyedül kutatni, és akkor ezért szoktam mondani, hogy őrült tudós, mert kiküld el egy fiatal lányt egyedül az erdőbe, és hát itt sorban látszik Diane Fossey, ugye a hegyi gorillákat kutatta, Jane Goodall ugye a csimpánzokat, és Birute Galdikas pedig a orangutánokat. Ugye itt leghamarabb Jane kezdte meg a kutatásait, ezt már mondtam 1960. július 14-én, későbbiek során kezdte meg a másik két lány a kutatásait, de igazából Jane volt az ugye, aki először
Tanzániába, a Gombe Nemzeti Parkba érkezett, a Tanganyika tó mellett, és azért választotta ezt a helyszínt Louise Leakey, mert az ügyes ember maradványait is hasonló helyszínen találta meg, tó mellett, erdő szélen. Úgyhogy egy hasonló területet keresett, és ez a Gombe Nemzeti Park, ez pont egy ilyen terület. Ez egyébként a Tanzánia legkisebb nemzeti parkja, 52 négyzetkilométer, és hát amikor megérkezett Jane, még 140 csimpánz élt ezen a területen, aztán ez később hát négy csoport, vagy négy csimpánz család élt a területen, de kitört egy csimpánz háború, egy 4 éves háború, amiben az egyik csoport kiirtotta a másik csoportot, illetve hát a hímeket és a nőstényeket pedig beintegrálták az új csoportba, és így már csak 3 család vagy csoport élt a területen. Itt ugye, hogy miért törnek ki a háborúk, általában a területszerzés, illetve az élelem kevés, ugye az emberekre gondolunk, vagy valamilyen ásványi kincsért, vagy tehát mindenképpen valami meg akarnak szerezni, és a csimpánzoknál is igazából nagyjából ez a helyzet, ez volt a helyzet, hogy behatárolódott az életterük, így Burundi felől, ez ugye határnál van ez a nemzeti park, ott menekültáborok szoktak általában lenni a határoknál, illetve itt ha így kelet fele nézzük a nemzeti parkot, ott az erdőségek, ez egy erdőség tulajdonképpen ez a nemzeti park, az erdőségeket kiirtották a falusiak vagy a helyi közösség, ami már így a hegy mögött volt, ott már erdőirtások voltak. Itt Jane látszik a fotón, ahogy az akkori időkben tulajdonképpen így rövid nadrágba, tornacipőbe járta a területet, és hát egy esőkabátja volt, minden nap a napkeltétől kezdve a napnyugtáig fölment erre a dombra, és innen fölülről figyelte a csimpánzokat, és ez körülbelül fél évig tartott, míg a csimpánzok elfogadták, és közelebb tudott kerülni hozzájuk. És akkor így már a megfigyeléseket is jobban el tudta végezni, és ez a fél év pont az az időszak volt, amit Louise Leakey a National Geographic támogatásában tudott finanszírozni a kutatásokat. És ha így megnézitek, itt a bal oldalon a pálmafa alatt van egy sötét folt, és hogyha rá közelítünk, akkor láthatunk egy csimpánzt, aminek így, ha ránézünk, akkor legjobban, ami előtűnik, az a szürke szakálla, és igazából itt ez, ami érdekes volt még, illetve fontos, hogy Jane nem végzett egyetemi tanulmányokat, ahol ugye megtanulták azt, hogy az állatokat hogy kell megfigyelni. Számokkal jelölték az állatokat, de ebben az időszakban még nem nagyon volt, tehát nem volt terepi kutatás, tehát az etológia még nem volt sehol, ha így leegyszerűsítve mondjuk, hanem ekkor született meg tulajdonképpen. Hát egészen addig állatkertekből vagy könyvekből próbáltak a tudósok következtetni arra, hogy élnek az állatok a természetben. Itt ami fontos, hogy ugye számokkal jelölték az állatokat, de Jane ezt nem tudta, ugye, hogy ezt így kellene csinálni, és ő elkezdte elnevezni a csimpánzokat, és itt ugye a szürke szakáll alapján szürke szakállú Dávidnak nevezte el ezt a csimpánzt, és ő volt az első csimpánz, aki itt közel engedte Jane-t a csapathoz, és ez azért is lényeges, mert ő volt a vezérhíma csapatban, vagyis hát ő engedte be tulajdonképpen a csapatába Jane. És hát egyik nap arra lett figyelmes, hogy szürke szakállú Dávid egy kis fűszállal termesz várnál, a lyukakba bedugdossa ezt a
fűszálat, és kihorgászta a termeszeket, majd el is fogyasztja őket. Úgyhogy ez ilyen egyszerű dolognak tűnik, de ha így belegondolunk, az embernek a definíciója az volt, hogy eszköz készítő, eszköz használó, és más állatra nem volt igaz a tudósok szerint ez a definíció, de itt ugye megdőlt ezzel a megfigyeléssel, úgyhogy ez a fél év pont arra volt elég, hogy elérje az Jane, hogy közelengedjék a csimpánzok, egy óriási megfigyelést tett, és így a National Geographic a továbbiakban is támogatta a kutatásokat. És ha így megnézzük, így nem csak fűszállal horgásznak a csimpánzok, hanem a fáról letört ágakkal is szoktak, így a leveleket leszedik az ágakról, és akkor ez tulajdonképpen az eszköz készítése, hogy átalakítja az eszközt arra, hogy használhassa különböző dolgokra. Egyébként így több mint 200 eszköz használatot figyeltek meg a csimpánz kutatók, tehát nem csak ez az eszköz használat, amit Jane elsőként megfigyelt, hanem azóta már nagyon sok más eszköz használatot figyeltek meg a tudósok. Ami még így a másik képen látszik, ez, hogy az idősebbektől tanulják el a kisebb csimpánzok, illetve a csimpánz bébik, a horgászás, illetve az eszköz használatnak a miértjeit, meg a hogyanjait. Ez így körülbelül 3 éves korukra tanulják el ezeket az eszköz használatokat, amikor már biztonsággal és úgy biztonsággal, ugye, hogy ki is tudja horgászni a csimpánz bébi, vagy a csimpánz kölyök a termeszeket a várból. Illetve akár, hogyha arra gondolunk, hogy diót is nagyon szeretik a csimpánzok, illetve a fügét, a dió feltörése is, ugye az is egy elég kicsit nehéz feladat, ugye ott egy követ kell találni, amivel megfelelő magasságból, illetve erővel kell ráütni a dióra, hogy fel is törjön. Hogy ez is egy ilyen tanulási folyamat a csimpánzoknak. Aztán itt láthattok 3 eszközt, amit használnak a csimpánzok. Ezt elefántcsont partról hozta egy csimpánz kutató nekünk ajándékba. Főső eszköz az a méz kikotrására használják paptárból a csimpánzok. A középső ezt így megrágcsálják, és akkor így szivacsossá válik ez a vége, és akkor ezzel szokták a vizet a fákodvából kiszedni, és akkor így kiszürcsölik a csimpánzok, illetve a legalsó pedig ez, amivel a termeszeket forgatják ki, egy kis fa darabba elgani. Így az előadásainkra szoktunk vinni, és akkor körbeadjuk a gyerekeknek, felnőtteknek, és akkor így meg is tapasztalhatják, hogy ezek az eszközök milyen egyszerűek valójában. Aztán még ami nagyon fontos megfigyelés volt, hogy a csimpánzok vadásznak, úgy is fogyasztanak. Ugye azt gondoljuk, hogy na, biztos csak banánt esznek, meg növényeket, faleveleket, de valójában vadásznak is, illetve előre gondolkodnak, stratégiát dolgoznak ki egy-egy kisebb vadászat során, tehát ez is az embernek volt nyilvánított, hogy előre gondolkodó, illetve hogy stratégiát tud kidolgozni, de igazából megdőltek ezek a vélemények, amiket az akkori emberek vagy tudósok találtak ki. Úgyhogy így, ami még nekem érdekes volt, a könyvében lehet olvasni tényleg, hogy a csimpánzok így kiegyezett fakarókkal vadásztak olyami disznóra az erdőben, így csapatostul. Úgyhogy ez is egy olyan dolog, amit így hihetetlennek tűnik, de igazából meg igaz. Amit még megfigyelt, hogy a csimpánzok, illetve az anya és a kölyök kapcsolat az nagyon szoros csimpánzoknál, illetve az altruizmus is az önfeláldozás is jellemző a csimpánzokra, így amit látod, hogy egy bajba jutott kölyök, aki járván maradt, az
az anyját elvesztette, egy felnőtt hím örökbefogadta és felnevelte, illetve amikor egy idősebb egyed nem tudott felmászni a fára a gyümölcsére, egy fiatalabb fölment és lehozott neki. Úgyhogy ezek is szinte így, ha úgy mondjuk, hasonlóak az emberi tulajdonságokhoz, amiket a csimpánzok, csimpánz megfigyelésekkor megfigyelt Jane. Aztán ezeket a megfigyeléseket ugye egész nap kint volt a terepen, éjszaka pedig leírta a gyírógéppel. Ugye milyen jó, hogy elvégezte a titkárnői tanfolyamot, mert a gép és gyorsírást is tanult, és ugye így gyorsan le tudta írni, és akkor még maradt ideje éjszaka aludni is, így viccesen mondjuk. Viszont így a Természettudományi Múzeumban így dolgozott dr. Louise Leakeyvel egy ideig, és ott megtanulta a kategorizálást, illetve a katalogizálást. Úgyhogy ez is nagyon hasznos tudás volt a számára. Illetve itt 1964-ben alapította meg ezt a Gombe Kutatóközpontot, majd 1977-ben már a Jane Goodall Intézetet, ami már a környezet védelmére, illetve a csimpánzok védelmére koncentrált, tudott fogadni már egyetemistákat, akik segítették a kutatásokat, úgyhogy így be is indult ez a kutatóközpont, illetve ez, ami még érdekes, hogy ez a terepi kutatás, ez ugye 1960-ban kezdődött, és ez a világ leghosszabb kutatása azóta is, ami folyamatosan zajlik, ez be is került egyébként a Guinness Rekordok könyvébe. Tán eljött egy ilyen pillanat, amikor egy kis repülővel átrepült a Gombe Nemzeti Park felett, és itt hát azt vette észre, hogy itt látszik is, hogy ilyen csak táblaszerű az erdő, itt már a természet ugye kiírtásra került, ha így csúnyán fogalmazunk, és a helyi közösségek, persze nem kárhoztathatjuk őket, ugye meg akartak élni, csak hát egyre többen voltak, és egyre több területet alakítottak át termőföldi az erdei területeken, természetes élőhelyeket, és így a tó felé nézzük, akkor ott megvannak az erdei folyosók, illetve az erdőfoltok, de így látszik, hogy eltűnőben vannak arra is a területek, teljesen felkúsznak a termőterületek a domb csúcsa felé, dombok csúcsai felé. Úgyhogy valamit tenni kellett, így Jane elhatározta, hogy valamit tenni kell, mert ha a helyi embereket nem segíti, a helyi közösséget valamilyen programmal, akkor a csimpánzokon sem fog tudni segíteni. Úgyhogy így el is indította a TKR nevű programot, ami már közösségi alapú természetvédelmi program. Az embereket alternatív megélhetési formákra tanítja, és segíti a természetvédelmét is ezzel. Ez volt, ami egy fordulópont volt az egyik Jane-nek, illetve az, amikor 1986-ban elment egy főemlős védelmi konferenciára, ahol tudósok találkoztak, ugye, és mindegyikük arról számolt be, hogy egyre fogynak az erdők, illetve az élő lények, az állatok is, akiket megfigyelnek. Úgyhogy itt szoktam mondani Jane, hogy ő így tudósként ment be, de környezetvédelmi aktivistaként jött ki már elő a konferenciáról, és ettől kezdve előadásokat kezdett tartani világszerte, és felvilágosító akciókat szervezni. Így egy évben körülbelül 300 napot utazik, jelenleg most ért haza Dél-Koreából, Japánból, és most Tanzániában van jelenleg éppen. Hát az látszik, hogy ugye miért fogynak az állatok, az orvadászat, illetve az erdőirtások miatt, bányászat miatt. Pont egy olyan akciónkat láthatjátok, amit az ugandai Jane Goodall Intézet, illetve a kongói
Jane Goodall intézet is szokott szervezni, hogy a falvakba kijárnak, és a bushmeatet, ezt a bozolt húst, amit így hívunk, ami orvadászatból származik, ezeket elkobozzák, és így rituálisan elégetik a falusiak, a falusi közösségek előtt, és akkor elmagyarázzák tulajdonképpen, hogy ezek nem olyan egy törvénybe ütköző cselekedet, illetve ugye nagyon veszélyes, mert ugye biztos hallottatok a zoonótikus betegségekről, ami emberről állatra, vagy állattól emberre terjed. Elméletileg ugye a COVID vírus is egy hasonló vírus, de rengetegféle vírus van, most nem is sorolom fel, amik zoonótikus vírusok, és hát ezeket a dolgokat próbáljuk ugye elmagyarázni oktatás szinten. Ugye az edukáció a legfontosabb valójában az emberek, illetve a csimpánzok életébe is. Aztán itt egy kobaltbányát láthatok. Itt is ugye kiirtásra került az eredeti növényzet, illetve hát így az állatvilágot teljesen eltűnt. Ez az elektronos autók, illetve más elektronikai termékek, meg az akkumulátor gyártásához szükséges ez a kobalt, úgyhogy ha arra gondolunk, hogy zöld az elektromos autó, hát annyira nem, ebből is látszik. Itt csak ennyit akartam erről mondani, hogy ez is veszélyezteti ugye a kobaltbányászat, de rengeteg olyan ásványi kincs van, ami a Afrikában megtalálható, hogy legfőképpen a Kongói Demokratikus Köztársaságnak. Így, ha úgy gondoljuk, hogy akkor ez lehetne a világ leggazdagabb országa, mert tele van ecsvénykincsekkel, hát nem így van, hanem ez az ország talán a legszegényebb a világon. Erről majd egy másik előadás során beszélünk. Itt látható Dr. Jane, ahogy éppen most Budapesten volt, májusban előadást tartott, és igazából ezeket az előadásokat mi magunk szervezzük, illetve így, ahogy utazik körbe, így meglátogatja Jane a Jane Goodall intézeteket, és így erősít minket is, inspirál minket, és segít adományokat így gyűjteni, hogy a működésünket tudjuk biztosítani. Ugye civil szervezetként, egyesületként működünk. Itt, ami még, mikor kint voltunk Ugandában 2019-ben, itt ellátogattunk a helyi Jane Goodall intézethez, és hát itt is, illetve a többi afrikai országban is zajlik ez a csapda szedése az erdőkben. Itt ezek hurokcsapdák láthattok itt a jobb felső sarokba. Ezek régen fűszálakból, illetve hát nádból szőtték ezeket a csapdákat, tehát a csimpánzokra vagy nagyobb állatokra. Nem volt annyira veszélyes, mert ugye elbomlott a természetes anyag, viszont aztán áttértek a drótcsapdákra, amik már belevágnak az állatoknak a húsába, hogyha el is szakítja ezeket a drótokat, akkor rajta marad, és szép lassan elüszkösödik a lába, illetve a keze, és akkor hát valójában elveszíti ugye valamelyik végtagját, a legrosszabb esetben el is pusztulhat. Akkor itt a lenti csapda, ez meg egy ilyen óriás csapda, amiben szintén a csimpánzok vagy gorillák is bele eshetnek, illetve bekapja őket a kezüket, vagy bármelyik végtagjukat megfogja, de a csimpánzok olyan erősek, hogy képesek elszakítani ezt, amivel ki van kötve esetleg ez a csapda, és elhúzza magával ezt a csapdát. Aztán így egy pár éve volt, hogy az Uganda intézet kidolgozott egy olyan amputációs technikát, amivel életben maradhatnak a csimpánzok, mert egészen addig mindig elpusztultak, hiába próbáltak rajtuk segíteni. Aztán így itt még elment, ugye voltunk az intézet irodájába, és hát itt az Alberto mellett indult egy pár éve egy 250 kilométer hosszan egy erdőtelepítési projekt. Ennek az a célja, hogy az eredeti élőhelyeket, illetve erdőket visszatelepítsék. Ez egy uniós támogatásból, illetve az
Ecosia tartalom kereső segítségével tudjuk ezt biztosítani az Uganda intézeten keresztül. Ez is egy ilyen előremutató, egy reménykeltő foglalatosságunk, projektünk, hogy visszatelepítsük az élőhelyeket, tulajdonképpen a csimpánz folyosók visszajöjjenek, és a csimpánzok tudjanak közlekedni, és ugye, ne szigetelődjenek el az egyes csoportok. Aztán, amivel még Dr. Jane, illetve mi is a jövőt, illetve a reményt látjuk, azok a fiatalok, így elindította 1991-ben a Roots & Shoots programot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy mi magunk, illetve a fiatalok, idősek, bárki a saját lakóhelyén, élőhelyén tud tenni azért, hogy jobb legyen a világ, azt meg tudja javítani, gyógyítani, így projekteket kidolgozni összefogással, együttműködéssel, és ez már több mint 60 országban működik ez a program, több százezer tagja van, bárki bármikor ingyenesen csatlakozhat a honlapunkon keresztül, illetve bármelyik intézet honlapján keresztül meg lehet találni a Jane Goodall Roots & Shoots programunk. Szeretettel várunk mindenkit. Aztán, ami még így szintén egy projekt, az óriás plakátok kihelyezése, ugye nem sokan ismerik a törvényeket Afrikába, illetve bármelyik országban, most mi se olvasgatjuk a törvénykönyveket, de így edukáció, illetve oktatás céljából ezek az óriás plakátok lettek kihelyezve. Ez Kongóban van egyébként, ez az óriás plakát program. Itt ugye ez mutatja be, hogy a főemlősökkel való kereskedelem az börtönnel jár, hogyha valaki megpróbálja, hiába kap érte pénzt. Úgyhogy mindenki tartsa be a törvényeket helyi szinten is, ez a célja ennek a projektnek. Egy több civil szervezetet is láthattok az alsó sorba, Veszpinál alapítványt is például. Aztán így, ugye, amikor így járjuk a falba tart, vagyis hát a munkatársaink, ez egy egyébként Angolába készült ez a fotó, ilyen nyomorúságos körülményekhez próbálják tartani a csimpánzokat otthon, ez egy étteremben volt egyébként ez az eset, és akkor hát ugye egy jó reklám az étteremnek, hogy van csimpánz, és akkor amikor jelentést kapunk, vagy a helyi természetvédelmi őrök, illetve hatóságok, akkor ezekre a helyszínekre kiszállnak. Ebben az esetben éppen, ahogy kiszálltak a helyszínre, mindenki elszaladt a világgá, úgyhogy felelősöket nem lehetett találni, csak három csimpánzt meg kellett menteni ezt a szörnyű helyzetből. Aztán így ugye az a probléma ezeken a helyszíneken, hogy most elkobozza a hatóság, de hova helyezze el őket, nem viheti el a börtöncellába például hasonló helyszínekre, úgyhogy létre kellett hozni egy csimpánz menedékhely hálózatot, ami jelenleg 22 országban működik. Ezek mindannyian a Pasha Pan-African Sanctuary Alliance fogja össze ezeket a menhelyeket, és tulajdonképpen, amikor így elkobzásra kerül egy csimpánz, így a DNS alapján próbálják a különböző menhelybe helyezni őket, hogy ugye háromféle csimpánz faj van, a nyugati, a keleti és a közép-afrikai csimpánz, és akkor legalább a fajt találjuk már el, hogy illetve a helyszínt, ahol élhetett a csimpánz. Korábban ugye nem biztos, hogy ugyanabban az országban találják meg mondjuk az elkobzott csimpánz, mint ahol valójában élt eredetileg. És akkor itt a menhelyeket körülbelül a 90-es években kezdték el megalapítani, itt 90-es évek elején legelőször ezt a Chimpunga menhelyet lett megalapítva, ez a kongói köztársaságban található, itt 150 csimpánz él,
látható is az egyik csimpánznak, hogy hiányzik a kalja, pont egy ilyen hurok csapdába, amiről beszéltem, akadt bele, és így amputálni kellett a karját, de mostanra már Anzac egyébként teljesen felépült, és biztonsággal tudja használni a karjait, a lámainak semmi problémája nincs, és boldogan él a csimpunga menhelyen. Így amikor bekerülnek orvosi vizsgálaton, vesznek részt a csimpánzok, így ugye a betegségeiket mindent meg kell vizsgálni, majd így kerülnek be a csapatba, a családba, ugye, hogy mondtam, 150 csimpánz él ebben a tulajdonképpen egy vadasparkban, ahol különböző csoportokra osztjuk a csimpánzokat. Itt ez a kép a dél-afrikai csimpédenben készült, így hát ajánlom a megnézést, a Penthouse című filmet, ami bemutatja Stanit is, aki egy csimpánz gondozó, aki tud jól kommunikálni a csimpánzokkal, de akár meg is lehet rendelni a honlapunkon keresztül egy csimpánz előadást, és akkor levetítjük ezt a filmet. Itt a dél-afrikai menhelyen 32 csimpánz él egyébként, illetve nem pár évvel korábban Charlize Theron is ellátogatott erre a menhelyre, és Jane-nel együtt igazából megismerte a csimpánzok világát. Itt a csimpungáról röviden még beszélnék, így ugye ez a fő csimpánz meneink, illetve a honlapunkon keresztül innen lehet örökbe fogadni csimpánzokat. Jelenleg 8 árva csimpánzt tudtok örökbe fogadni, és így támogatni a menhely működését. Itt látszik a baloldali képen a kis Kongó, ez a kongói köztársaság, amin belül a folyó mentén van egy nagyobb terület, amit a kongói kormány adományozott számunkra, és itt több szigetet tudunk használni, ugye a csimpánzok nem tudnak úszni, és így egy természetes határvonalat, egy kerítést képez a folyó. Így ami még érdekes, a menhelyen élő csimpánzok igazából be vannak zárva, mondhatjuk úgy, mint egy állatkertbe, de azért persze szabadabban élhetnek egy nagyobb területen, így ezen a északabbra lévő területen, így itt egy nemzeti park található, és ez most indult tavaly évvégi programunk, hogy szabadon engednek a menhelyről 50 csimpánzt ezen a területen, itt nincsenek csimpánzok ebben a nemzeti parkban, illetve emberek se, és így biztonsággal lehet őket szabadon engedni, így GPS nyakör van a csimpánzokon, egyes csimpánzokon, nem mindegyiken, ki tudják követni a kutatók őket, illetve megfigyelik őket, hogy mennyire boldogulnak a szabad természetben, ugye ez is fontos. Hogyha nem sikerülnek itt, akkor sajnos visszakerülnek a menhelyre. Tehát reméljük, hogy sikeres lesz a beszoktatásuk az életük továbbiakban. Aztán így a menhelyről, még a csimpánzokról, így ugye kis csimpánzok, kis csecsemők vagy kölykök, attól függ, hogy fogalmazunk, ugyanúgy, mint az ember csecsemők, 0-24-ben gondozásra szorulnak, folyamatosan szeretetet kell nekik adni, hogy megismerjék a csimpánzvilágot, de igazából ugyanúgy szeretetre vágynak, és ahogy látjátok, az etetés is első időkben még folyékony táplálékkal, tápanyaggal történik, de ugyanúgy el kell őket foglalni, hogy ne unatkozzanak, így festeni szoktak, vagy szoktuk őket ezzel lefoglalni, és ezeknek a műveknek is van egy szerepük, így el szoktuk árverezni, és ezzel segíteni a csimpánzok ellátásának a biztosítását, illetve ezen a menhelyen ugyanúgy van az emberek számára is egy iskola, illetve egy
kórház, hogy a helyi közösséget is támogassuk, a gyümölcsöket, zöldségeket szintén a helyi közösségtől szerezzük be. Ugyanúgy járnak a csimpánzok is iskolába, itt, hogy viccesen szoktam mondani, ez az iskolabusz, illetve innen származik ez a mondás is, hogy egy talicska majom, de ezt kevesen tudják amúgy, hogy ez a Csimpunga menhelyről származik ez a mondás, de persze ez is csak egy tréfa. Viszont így az oktatásuk is nagyon fontos, sok játék után pedig ugyanúgy átfáradnak csendes pihenőn, láthattok a fotón. Aztán a másik, a harmadik menhely, ami már igazából nem hozzánk tartozik, illetve erről majd bővebben Bodó Kati fog beszélni, ez a Gamba Island, ez Ugandában található, itt voltunk így tavalyi évben kétszer is megtekintettük, én nem is beszélek róla többet, csak annyit, hogy itt 52 csimpánz él jelenleg, és szabadon látogatható. Ezt a legkönnyebb megközelíteni egyébként turista szempontból, így lehet, amikor mi kiutazunk, próbálunk vinni érdeklődőket is, tehát erre is lehet jelentkezni, akár a e-mailben, amit a honlapunkon megtalálhatok, a www.jengudar.hu honlapon. Egyébként infokuk a jengudar.hu az e-mailben. Itt csak egy képet akartam meg ide betenni a menhelyről, ez a része a turisták paradicsoma részlege. Ugye itt lehet támogatni azzal is, hogy velünk utaztok, de azzal is támogathatjátok a magának a menhelynek a működését, ha ott szálltok meg, vagy önkénteskedtek, de erről is majd a Kata fog bővebben beszélni. Aztán itt ugye hogy kerültünk először Ugandába, ezen a Hunyanyi tavon van az osztrák intézetnek egy ilyen szállása az egyik szigeten, itt 29 sziget található, és ezen szálltunk meg, mikor kint voltunk, és innen mentünk csillagtúrázni Ugandába, ugye elmentünk a csimpánzokhoz, csimpánztúrára, és ugye mi se láttunk élőben azelőtt még csimpánzt, úgyhogy nagy élmény volt ez, hogy nem ilyen közel mentünk, hanem ezt objektívvel csináltam. Ugye pont a zoonotikus vírusok miatt nem szabad közel menni, 10 méteres távolságot be kell tartani, illetve 6 napot kell hordani végig a túra során. De ez is egy támogatási lehetőség, ugye a nemzeti parkokba a belépésért fizetni kell, természetvédelmi munkát támogatjuk, ezek a csimpánzok például már így habitált csimpánzok, vagyis emberhez szoktatottak, többször mennek hozzájuk turista csoportok, és akkor így igazából nem menekülnek el úgy, mint Jane elől, ugye 1960-ban. Aztán, hogy mivel lehet még támogatni a csimpánzokat, illetve a csimpánz munkánkat, itt a különböző adománytárgyakat árulunk a webshopunkba, illetve van egy Mizaru kávézó az 5-10-ben, ahol minden egyes kávéhívás után kapnak a csimpánzok 50 forintot, illetve ez a másik pedig különböző ajándéktárgyaink vannak, ez például Dombóváron készítik sérült emberek, akiket tulajdonképpen őket is ezzel segíthetjük, meg a csimpánzokat is, ha megvásároljuk. Ez pedig a Brüsszelben egy futóverseny, ahol ugye a nevezési díjjal lehet támogatni a csimpánzokat, a csimpánzmentőket. Aztán van egy sétaszínházunk, a Jane Goodall tanösvénynél, ez a második kerületben található, havonta van előadásunk, ez is olyan, mint egy színházi előadás, hogy fizetni kell érte, és akkor így adományt adtok tulajdonképpen, vagy adnak a nézők a munkánkhoz. Itt Dr. Jane Goodall életét játssza el egy színésznő, és végig lehet vele sétálni egy másfél kilométeres tanösvényen. Maga a tanösvény az a színpad tulajdonképpen, és akkor megismerhetjük Jane életét, gondolatait, és együtt fedezhetjük fel a természeti kincseket, amiket a második kerületben láthatunk. Úgyhogy itt talán a végére is értem lassan az előadásnak.
itt azt szerettem volna megmutatni, hogy ha nem bújunk el a problémák elől, hanem szembenézünk velük, akkor mindenki boldog főemlős lehet, akár csimpánz, vagy ember az illető, vagy akár gorilla, vagy orangután. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni, hogy támogassa a csimpánzokat, a kutatásokat, illetve a csimpánzmenhelyünket, nézzen körül az adományboltba, illetve holnap várunk mindenkit szeretettel Győrben az állatkertben, ahol folytatódik a csimpánzok világnapjának ünneplése. Úgyhogy minden egyes ember tehet azért, ugye, hogy jobb legyen a világ, de ebbe beletartoznak a csimpánzok is, úgyhogy tegyünk azért, hogy a csimpánzoknak is egy jobb világ legyen. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és így átadnám a szót Katának, aki Katának Godó Katának, aki folytatja a történetünket Ugandába. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Szia, Andris! Köszönöm szépen a lehetőséget. Afrikata vagyok, Bodó Katalin, afrikai önkéntes, és többek között a Jane Goodall Intézet önkéntese is vagyok. És ugyan elsősorban humán projektekkel foglalkozom, de csimpánzbarát is vagyok. És most arról fogok mesélni nektek, hogy egyszer olyan szerencsés voltam, hogy önkéntes útra mentem a Jane Goodall Intézettel, és abból egy rövid részt fogok elmesélni nektek, hogy milyen egy csimpánzmenhely, amikor megtekintjük. Remélem, hogy látjátok a prezentációt. A Gamba csimpánz menhelyről fogok nektek mesélni, amely Ugandából található. Így gyakorlatilag amint leszáll a gép, akkor Entebbébe, ott van a repülőtér, onnan motorcsónakkal lehet elmenni a szigetre. Ezt ugye mi próbáltuk a lehető leghatékonyabban megszervezni. Ez úgy sikerült, hogy egy 20 órás repülőutat tettünk meg, tehát elindultunk ez egyik reggel Magyarországról, és másnap hajnalba érkeztünk meg Ugandába, ilyen hajnali 4-kor szállt le a gép, és akkor ugye már aludni már minek, és akkor egy reggeli után elindultunk egyből a Nagamba szigetre, hogy megnézzük ezt a csimpánz menhelyet. Jobbra lent látjátok a csapatot, akik mentünk, 4 voltunk, Kádár András, akit az előbb hallottatok, a Jane Goodall Intézet vezetője, Juhász Péter a Földkeltétől, és Szemerlei Csaba szintén a Földkeltétől. Önkéntes útra mentünk, és ennek része volt az is, hogy megnéztünk több helyszínt is, és az egyik ez volt. Iszonyú fáradtak voltunk, de nagyon lelkesek, hogy itt vagyunk Ugandában, és megnézhetjük ezt a szigetet. Alapvetően nagyon klassz egyébként a Jane Goodall Intézettel utazni, mert amint a Jane Goodall nevét megértik és meghallják, szinte mindenhol különleges bánásmódban van részünk, aminek valami köze van a természethez, tehát hogy ez gorilla trekking, csimpánz trekking, vagy micsoda az, majdnem, hogy mindegy, tehát hogy nagyon nagy tisztelettel kezelik Ugandába is Jane Goodall nevét. Ezt a Namanga szigeten a menhelyet 1998-ban alapították. Ez a fénykép nem az enyém, ezt leloptam a netről, megmondom őszintén, hogy felülről lássátok a szigetet. Hogyha lentről nézitek, ez a Victoria tavon található, akkor az a hosszú kinyúló pöcök, ez a stég. Egyébként ez egy régebbi fénykép, most már a maga a partvonal az jobban ki van építve. Ide kötnek ki a hajók, és ugye itt vannak az emberi épületek, ahol a csimpánzokkal foglalkoznak, és aztán van egy kerítés, és ami úgy külön nem látszik a képen, de azon kívül pedig itt az erdőben élnek a csimpánzok háborítatlanul egy viszonylag nagy területen. Ugye azért szeretik ezeket a menhelyeket szigetekre tenni, mert a csimpánz nem tud úszni, tehát ilyen térdig megy a vízbe, nem nagyon mennek mélyebbre, mert tényleg megfulladnak, tehát nem tudnak úszni, nagyon-nagyon óvatosak a vízzel, ezért így biztonságban lehetnek a csimpánzok. A másik, amint menhely alapításnál nagyon fontos, hogy olyan helyen legyenek, ahol más csimpánzok nincsenek, mert különben azonnal háború tör ki, ami ugye csimpánz életekbe fog kerülni.
Magukat a csimpánzokat napi 24 órában, hét minden napján támogatják és gondoskodnak róluk a menhelyen. Ezek a csimpánzok ugye mentett csimpánzok főként, tehát nem önellátóak, illetve maga a szigetnek nyilván az erőforrásai végesek. Egy 22 fős személyzet dolgozik ezen a szigeten, és 52 csimpánz él jelenleg a szigeten, ebből 6 így született a szigeten. Ami meglepetés, majd mindjárt mondom, hogy miért. Szóval megérkeztünk erre a szigetre, és az első, amivel találkoztunk, hogy irdatlan nagy ricsaj volt, és jobbra fent, hát remélem látjátok, egy szövőmadár fészket próbáltam berakni. Ezek a szövőmadarak szinte ellepik a fákat, egymást érik a fészkek, amit a fiú madarak építenek, iszonyat nagy csivitelés van, és akkor a hímmadár megmutatja a tojónak, kiválasztott tojónak a fészket, hogy milyen szépet épített neki, itt minden hímnek egy ilyen házépítő mesternek kell lennie, és hogyha nem tetszik a tojónak a fészek, akkor leveri és szevasz. Hogyha szimpatikus a fészek, akkor pedig násztánc és jönnek a kis szövőmadarak. Mivel foglalkozik alapvetően a sziget? Egyrészt nem csak a szigeten zajlik munka, tehát ők foglalkoznak a vadon élő csimpánzokkal is a szárazföldön, azokat megfigyelik és támogatják, tehát ugye mindent megtesznek az életben maradásukért, felszedik a hurokcsapdákat, amiket találnak, stb. Itt az András korábban beszélt róla, hogy rengeteg mindent tesznek vadon élő csimpánzokért szakemberek. És az itt élő mentett csimpánzoknak pedig megfelelő életkörülményeket biztosítanak. Hogy kerültek ide ezek a csimpánzok? Tipikusan orvadászat áldozatai. Tehát ugye levadásszák az anyaállatot, hogy a kölyköt elvegyék, és aztán a kölyköt megpróbálják eladni, hogy akár háziállatnak legyen tartva a kölyök, akár cirkusznak. Tehát, hogy így előbb-utóbb sikerül vagy a kölyköt megmenteni, vagy már felnőtt korából kiszabadítani és menhelyre terelni. Ez azért nagyon nehéz, mert ezek a csimpánzok, akik emberhez szoktak, illetve hogyha kis csimpánz úgy nő fel, hogy nem egy csimpánz társadalomba, akkor egyrészt felszednek emberi tulajdonságokat, nem félnek az embertől, másrészt pedig nem tanulnak meg csimpánz tulajdonságokat, csimpánz élethez szükséges dolgokat, tehát nem lehet őket csak úgy visszaengedni, ráadásul ha simán visszaengednék őket az erdőbe, az ott élő csimpánz csapatok őket ellenségnek, zsákmánynak tekintenék, és jó eséllyel megölnék őket, tehát nem sok esélyük lenne életbe maradásra. Ezért van szükség ugye ezekre a menhelyekre, és ami még nagyon fontos egy ilyen menhelyen, hogy fogamzásgátlást használnak, tehát a nőstények kapnak egy ilyen fogamzásgátló implantátumot, ami azért szükséges, hogy ne szülessenek kis csimpánzok, mert a menhelyek egyszerűen nem bírnak el több csimpánzt. Tehát így is nehéz nekik a mentett csimpánzokat hova tenni. Tehát egy biztonságos, jó életet biztosítanak nekik viszonylag szabad körülmények között, emberi felügyelet alatt, akár 60 évig is elélhetnek, viszont ugye azt nem támogatják a családalapítást. Itt kérdeztük, hogy mégis hogy születtek kis csimpánzok, ugye 6 csimpánz van Gamba szigetén, aki ott született, hát ez vagy az implantátum nem működött megfelelően, de olyan is volt, kezétek, hogy a nőstény majom kitépte magából az implantátumot, és teherbe esett. Hát hogy azért a természet utat tör magának. Itt, bocsánat, még a lenti képről két mondatot, hogy tartottak nekünk előadást, nagyon sokat meséltek a csimpánzokról, a menhelyről, hogyan működik, mit csinál. Nagyon érdekes volt, abszolút szakértő volt, aki beszélt, és az is lejön, ahogy beszélnek, hogy mennyire szeretik a munkájukat, és mennyire szeretik ők ezt csinálni, mennyire fontosak számukra a csimpánzok. Egyébként itt mi konkrétan, vagy hát ha nem is én, de itt a többiek filmet is forgattak erről, és ez megtekinthető a YouTube-on. Megnézhettük a csimpánzok etetését, ők ugye elektromos kerítéssel vannak így alapvetően napközben elzárva az embertől, és akkor naponta 4-szer kapnak enni, alapvetően gyümölcsökkel etetik őket, nyilván ezt ők kielégészíthetik erdőben, talált táplálékokkal.
És hát megfigyelhető egyértelműen ezeken a csimpánzokon, hogy vannak emberi tulajdonságaik is. Ott látszik a jobb oldali lenti képen, hogy gyakorlatilag jelez a csimpánz, hogy hé, öcsi, nekem dobd azt a finom banánt, nem másnak. A gondozók próbálnak nem reagálni ezekre a humán jelzésekre, és nagyon minimális kontaktust tartanak fent a csimpánzokkal, pont azért, hogy a lehető legtermészetesebb életet biztosítsák nekik ezen körülmények között. A gondozókkal beszélgettünk, többen vannak, akik úgymond beszélnek csimpánzul, nyilván a csimpánz nem egy olyan fejlett nyelv, mint a miénk, tehát mondatokat nem lehet vele mondani, de egymást figyelmeztetni, például bocsánatot kérni, és egyebeket azt lehet csimpánzul. Minden nap megfigyelik a csimpánzokat, naplót vezetnek minden csimpánzról. Egyébként ezt is elképesztő volt látni, hogy a gondozó tényleg minden csimpánzt személyesen ismer, tudta a nevét, tudta a történetét. Tehát itt a mindenféle csimpánzok élnek. Van olyan csimpánz, akik orosz cirkuszból kerültek mentésre, és kerültek ide vissza Afrikába, de élnek tanzániai csimpánzok, ugandai csimpánzok, kongói csimpánzok, tehát hogy sokféle csimpánz él itt, és ugye itt ez egy nagyon nehéz feladat, hogy csapatot kell kialakítani, és a csimpánzokat egymáshoz szoktatni, erről majd külön is fogunk egy picit beszélni. Napközben a csimpánzok szabadon vannak a szigeten, éjszakára viszont ahhoz vannak szoktatva, hogy van egy ilyen alvóhelyük kialakítva, egy ilyen ember által épített rácsos valami, és éjszakára oda bemennek aludni, és ott biztonságban vannak. Hát ezt hatalmas élvény volt megélni. Még egy érdekességet mesélnék itt, a drótkerítésről jobb fényképen nem volt, de ugye a drótkerítésben áram van, hogy ők ne tudjanak átmászni, és mondták konkrétan, hogy melyik az a csimpánz, aki nagyon fifikás, tehát ő egy nagyon okos csimpánz, és ő rájött arra, hogy ha két botot használ, akkor ki tudja szélesíteni a két rács közötti helyet, és át tud bújni rajta. Egy ilyen szökőmester, aki mindig kitalálja, hogy lehet szökni, úgyhogy kénytelenek voltak egy második sor drótkerítést felhúzni az első mögé, az már nem olyan magas, csak ott alacsonyan, ahol próbálkozik a szökőmester szökni, őt állítják meg vele, és látszik, ahogy ül a rács előtt, és töri a buksiját, hogy ő de itt ezen hogy tudna átjutni, és mit tud vele kezdeni, szerintem előbb-utóbb meg fogja ugrani a dupla kerítés problémáját is. Tehát ilyen nagyon okosak, nagyon érdekesek, mindegyik nagyon más egyéniség. Nagyon klassz egyébként ott lenni a szigeten, mert tényleg szívből mesélnek az állatokról, és osztják meg velünk az egyes történeteket és élményeket. Van orvosi ellátás is a szigeten, itt az orvosi rendelőt látjátok, hogy néz ki. Nyilván egy magyarországi orvosi rendelő jobban néz ki, viszont én Afrikában sok helyen jártam emberorvosi rendelőkbe, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez azért olyan szinten van, hogy vannak országok, ahol örülnének, hogyha ilyen rendelőik lennének. Úgyhogy fel vannak szerelve, röntgennel tudnak műteni, vannak gyógyszereik, tehát hogy viszonylag jó rendelőjük van, és van állatorvos, aki gondoskodik a csimpánzokról, aki a képen van, az nem az állatorvos, hanem a sziget vezetője egyébként, és évente egyszer teljes körűen átvizsgálják a csimpánzokat, tehát megnézik, hogy egészségesen nem szorul-e orvosi ellátásra, verekedésből sebek gyógyítását ellátják, ugye amikor összebalhéznak a csimpánzok, azért a csimpánz elég agresszív, és nagyon csúnyán össze tudnak balhézni, akkor ezeket a sebeket el kell látni, kisebb műtéteket el tudnak látni, illetve van a biahorra, amit ugye hozzáférnek a Viktória-tóhoz a csimpánzok, és ott élnek olyan csigák, amiket ők megesznek, és azzal a biahórát is megeszik, amit szintén akkor féregteleníteni kell a csimpánzokat, hogyha azt veszik észre, hogy ilyen biahórás tüneteik vannak. Úgyhogy nagyon komoly ellátásuk van szerintem itt a csimpikéknek. Én ezt nagyon örültem, hogy egy ilyen színvonalas és professzionális helyet láttam, ahol gondoskodnak a csimpánzokról. Itt látjátok az éjszakai szállást, illetve az elkülönítőt. Ez ugye egy ilyen rácsos magas építmény, ahová csimpánzok aludni járnak.
Itt azért ugye ez azt jelenti, hogy szemmel tudják tartani őket, minden nap látják, hogy mindenki megvan-e, látják, milyen állapotban vannak a csimpánzók, jól meg tudják őket figyelni, illetve használják a problémás egyedek elkülönítésére. Ez bármilyen szempontból lehet egy egyed problémás, mondjuk valaki agresszívé válik, akkor elkülönítik, hogy ne annyira bántsa, tehát egy ilyen indokolatlan agresszióról beszélek, nem sima csimpánz agresszióról, akkor elkülönítik a többiektől, vagy hogyha egy új egyed érkezik, őt is az elején el kell különíteni. A pici kölyköket sem engedik egyből a tömegbe, hanem itt egyébként azt hiszem, ők ketten betegek voltak, és azért voltak elkülönítve egy anyával, és így elkülönítik őket addig, amíg szükséges, és amint lehetséges, természetesen ők is mehetnek szabadon a szigeten. És ugye említettük, hogy a csimpánzok elég agresszívek, és a csimpánz csoportok egymást akár ki is nyírják, az András mesélt erről, ez bizony kőkemény háború köztük. Tehát ez borzasztóan nehéz, hogy mi van egy idegen csimpánzzal, még hogyha egy nősténről van szó, aki ráadásul fiatal ivarérett, akkor azt jó eséllyel befogadják, de egy hím csimpánzt azt alapjáraton a többi csimpánz ugye megölné, és hogy itt mégiscsak több országból származó csimpánzokat kell összeszoktatni. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és egyébként itt is nagyon büszkék rá a gondozók, hogy ezt sikeresen megugrották. És az, hogy ezt hogyan kell csinálni, erről most Marokházi Kati fog nekünk mesélni. Kati, kérlek, hogyha hallasz, akkor kapcsold be a kamerádat meg a hangodat. Köszönöm, és akkor én átadnám Katinak a szót. Kati csimpánzokat gondozott több évtizeden keresztül, és az összeszoktatásban is nagyon nagy tapasztalata van, úgyhogy én átadnám neked a szót, hogy hogy lehet beszoktatni egy csimpánzt. Köszönöm. Sziasztok, Marokházi Katalin vagyok, közel 25 éven keresztül dolgoztam, de a dolgozni az talán rossz szó. Inkább azt mondanám, hogy együtt éltem a Veszprémi állatkertbe csimpánzokkal. Volt szerencsém Ugandába ezen a, nem is menhelynek mondanám, hanem csimpánz megmentő központnak, mert ez kicsit szebben hangzik. Volt lehetőségem szakmai szemmel is végignézni, amit ott a gondozók tesznek, és komolyan mondom, minden tiszteletem az övüké, mert az igazság az, hogy egészséges csimpánzokat is nagyon nehéz összeszoktatni. Tehát laikus azt gondolja, hogy hozunk egy új csimpánzt, berakjuk a csapatba, és kész, ott vége van a dalnak. Hát nálam volt olyan csimpánz, igaz, hogy cirkuszból jöttek, akiket újra kellett tanítani csimpánzul. És miután ezt megtanulták, akkor kezdődhetett az összeszoktatás, ami körülbelül másfél-két hónapig tartott, és azt is úgy tudtuk megtenni, hogy a csapatból kiválasztottuk a legproblémamentesebb, vagy legbarátságosabb, vagy legkedvesebb, hívhatjuk ennek is. Csimpánzt először vele szoktattuk össze, de azt is úgy, hogy először csak hallották egymást két egymás melletti boxba, utána, amikor már mind a kettő elkezd beszegetni, akkor lehet azt tenni, hogy lássák is egymást, majd olyan közel engedtük egymáshoz őket, hogy csak egy rács választott el, és ugye ott a két csimpánz reakcióból lehet látni azt, hogy na most lehet-e összeengedni azzal a csimpánzzal, vagy nem, és akkor így mentünk sorba-sorba. Én amit ott láttam, az gyönyörűség volt számomra, hisz ezek a csimpánzok vagy fizikálisan, vagy lelkileg sérültek. És őket összeszoktatni le a kalappal előttük, és aranyos volt ott a főápoló, vagy nem tudom minek hívják őt ott, és úgy üdvözöltük egymást, mint a csimpánzók. Hála Istennek sikerült, mert mikor én először elkezdtem csimpánzul megpróbálni beszélgetni, akkor a csimpánzaim olyan furán néztek rám, és azt mondták, hogy olyan akcentussal beszélsz, hogy jó lenne, ha egy kicsit jobban tanulnád, vagy újra mondanád a dolgokat. Tehát nem egyszerű munkát végeznek, és nagyon jó dolog az, hogy éjszakára bemehetnek a csimpánzok, egy folyosón jönnek végig,
és ahogy én láttam, a folyosó szakaszonként lezárható, ez arra is jó, hogyha be kell fogni egy csimpánzt, és állatorvosnak lőnie kell, vagy altatnia kell, akkor ott meg tudja tenni. Tehát az afrikai körülményekhez képest én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hely, és le a kalappal a gondozók előtt. Főleg mondom úgy, hogy főleg lelkisérő csimpánzok vannak, és higgyétek el, hogy olyan érző lényekként, csak egy példát mesélek el, nagyon megbántottak engem valamiért, mert nem emlékszem, hogy miért. Bementem a csimpánzházba, leültem és sírtam. És az egész banda oda jött a rácshoz, és így nézegettek jobbról-balról, és az egyik Milla nevű csimpánzom így kidugta a mutató ujját, végighúzta a könnyet az arcomon, és elkezdett ugrálni, meg ütni a fejét. Magyarul azt mondta, hogy figyelj ide, ne sírjál már, bohóckodok neked, csak ne sírjál már. Tehát én annyi mindent tanultam tőlük emberként, elfogadást, feltétel nélküli elfogadást, szeretetet, meg sok minden olyan dolgot, amit már az ember elfelejt. Tehát ezek az állatok, azt gondolom, hogy nagyon megérdemlik, hogy segítsük őket, és ezt az előadást, aki hallgatja, ha 1000 forinttal, vagy 2000 forinttal, vagy bármivel tudja segíteni őket, tegye meg, vagy önkéntesként menjen ki dolgozni, mert én azt gondolom, hogy élete legszebb kalandja lesz. Úgyhogy menjen mindenki, akinek lehetősége van, mert csodálatos állatok. Köszi szépen, Kati, még kérdezhetek egyet, hogy azt odáig értem, hogy egy rács választja el őket, utána gondolom összeengeditek őket, tegyük fel, hogy szerelem van, nem bántják egymást, összehaverkodnak. Na de ott még van másik 30 csimpánz, tehát hogy ezt egyesével, vagy mit csináltuk? Nálunk én egyesével tettem. Ha több csimpánz jött, mondjuk 3 csimpánz jött egyszerre, mert például a cirkuszos majmaim azok 3-an jöttek egyszerre, akkor 3-hoz szoktattam ha egyet. Be tudom engedni, mert akkor már van egy valaki, ha balhé van, aki a pártjára áll. Aha. Tehát van, aki megvédi. Mert hogyha ezt nem teszem, akkor senki nincs, aki a pártjára áll. Na most, miután bement, ugye, ők nagyon jól tudnak egyébként manipulálni, meg hazudni. Piszok jól tudnak. Volt olyan csimpánz hölgyem, aki úgy vette le a lábáról a vezérhímet, mint annak a rendje, oda ment. Megkurkázta, hogy hoztam neked virágot, és volt egy csimpánz, akit ő nagyon utált. Mit csinált ez a Mónika nevű csimpánz? Ment a nagy szerelem, egyszer csak elkezdett sírni, és rámutatott arra a csimpánzra, akit ő nem szeret, hogy ő bántotta. Mit csinált a vezérhím, a nagy szerelmemet meg kell védeni, megvert a segény csimpánzt úgy, hogy nem csinált semmit. Tehát tudják aha. Minden mozdulatnak, minden hangnak mi a következménye. Mi a következménye. Úgyhogy amit ők ott csinálnak ezekkel a sérült állatokkal, le a kalappal előttük. Uh-huh. Úgyhogy jó. Segítsük a munkájukat, aki tudja. Én nekem az a kérésem. Jó, köszönjük szépen. És akkor még lépek tovább, jó? A hajlandó tovább menni a slideshow, nem hajlandó. Sziasztok! Most. Csak az jutott eszembe, hogy mondtad, Kata, hogy a cirkuszi csimpánzok kerültek oda, és ez az érdekességnek, hogy az orosz cirkusz itt Magyarországon volt éppen, és akkor itt kobozták el a két csimpánzt. Ezt nem tudtam, vagy nem jegyeztem már meg, vagy nem emlékeztem, nem tudom. Aha. Igen, így mesélték nekem a Körösi Levente mesélte, aki az Agrárminisztériumban dolgozik, hogy most a Greenpeace-nek az igazgatója, uh-huh. Amit eszembe a neve, hogy ő vele együtt dolgozott, és akkor kobozták el itt a Magyarországon. Úgyhogy két magyar csimpánz, ha úgy lesz. Mi is kicsit hozzájárultunk, tök jó. Igen. De én egyébként itt a végére mesélnék egy vicces történetet, ami valahol vicces is, meg nem is, cirkuszi csimpánzok, ugye
elég nehéz volt éjszakára behívni őket, és volt a Totó nevű csimpánzunk, aki mikor megjött a nyár, és jöttek a hölgyek rövid nadrágba, meg trikóba, hát leesett a pittye, és nem lehetett elmozdítani az üvegtől. Mire rájöttünk, ugye ő cirkuszba dolgozott, és akivel dolgozott a hölgy, az ugye általában ilyen flitteres, bikini meg melltartóba volt ugye a manésba, és hát hogy tudjuk rávenni Totót, hogy jöjjön be az éjszakai szállásra a többiekkel együtt, mert egyébként ő egy ilyen kis nagyon kedves, nem balhézós csimpánz volt, és mindig őt verték meg, ha balhé volt, és most itt jön az aranyos történet, kinyitottuk a Schubert, hogy na akkor mindenki be, Totó kint maradt, Katika szembeállt a ráccsal, és így fölhúztam a pólómat, ugye ott volt a melltartó, Totó, egy súlyt már benn is volt. Úgyhogy semmi köze nincs a szexualitáshoz, csak ezt szokta meg. Ugye a gondozóján. Szóval ezeket kinevelni belőlük azért nagyon nehéz. És azért egyet hagy mondjak el, ez a cirkuszos csimpánzok közül a Sonink, aki Hollandiába került, ő most egy beszoktató csimpánz lett. Tehát oda a menhelyre, ugye egy holland csimpánz megmentő központba került, a menhelybe került, sérült csimpánzokat szoktatja be a csapatba, úgyhogy így sikerült megtanulni csimpánzol. Uh-huh. Úgyhogy szép napot mindenki. Nagyon szép sztori volt. Egy kicsit még mesélnék nektek arról, ez még mindig a Nagamba sziget, hogy az egyik, amit láttok képeket, a jobbra fent látjátok a csimpánzokat, akiket örökbe lehet fogadni, ezt megtaláljátok a sziget honlapján, és tényleg, aki teheti, ez egy havi fix összeggel lehet támogatni egy-egy csimpánzt, hogy etetni tudják, orvosi kezelést kapjon, tehát aki úgy érzi, hogy szívesen segítene egy csimpánznak, leírás van a csimpánzokról, az életükről, tehát egy picit közelebb lehet kerülni hozzájuk. Lehet egyszeri adományt is adni, tehát ha te azt mondod, hogy egyszer 1000 forintot adsz, az is valami, abból is tudnak venni pár fürt banánt, úgyhogy nyugodtan adományozzatok. A másik lehetőség az örökbefogadás mellett az az önkéntesség, erről pedig a többi kép az a profi önkéntes szállást mutatja be, tehát kétfajta önkéntes szállásuk van. Van az egyszerű, ahol többen laknak együtt egy kicsit afrikásabb körülmények között, és hogyha az önkéntesnek van pénze és szívesen költ rá, akkor lehetőség van ilyen bungallót bérelni a szigeten, amit láttok a képen, ez teljesen jól ki van építve, gyönyörű terasszal, a terasz egyébként a Victoria tóra néz, szép baldahinos ágy, ugye ez a szúnyogok ellen szükséges, hogy legyen baldahin, illetve látjátok, a fürdőszobában is csináltam egy képet, hogy teljesen szép, modern fürdőszoba van zuhannyal. Úgyhogy ha önkénteskedni szeretnétek, akkor nyugodtan vegyétek fel a kapcsolatot a Jane Goodall intézettel, és ők segítenek titeket elindítani az úton, hogy hol tudtok jelentkezni, és mit. Amit tudni kell az önkéntességről, ezt sokan nem tudják. Tehát, hogy ha önkéntes vagy, főként az állatos önkéntesek, azok nem csak az útjukat fizetik, hanem az ott létüket is fizetik, és ez nem egy 10 dolláros szállás, amit láttok. Jóval többet kell fizetni, mert ezzel hozzá is fogtok járulni ahhoz, hogy a szigeten a csimpánzokat gondozni tudják. Tehát ez nem csak a csimpánzoknál jelenik meg, ez a gepárd farmon, az elefánt menhelyen, mindenhol így van, tehát hogy ez ezzel jár, hogyha te szereted ezeket az állatokat, akkor kérik, hogy bizony ehhez anyagilag járulj hozzá. Cserébe ugye része lehetsz az állatok életének. Itt, ahogy kérdezgettem az önkéntesek, nyilván, hogyha nem szakmai önkéntesről beszélünk, egy állatorvos helyzete az más, de egy nem szakmai önkéntes, az állatok megfigyelésébe tud részt venni, megfigyelési naplót vezet, megtanítják az etetésbe, hogy tud bekapcsolódni, tehát a napi négyszeri etetésbe tud részt venni. Úgyhogy adnak rendesen munkát, feladatot, lehet menni az egy héttől kezdve, akár több hónapon át. Azért ezek egyébként nem annyira olcsó, de aki megteheti és imádja a csimpánzokat, ahogy a Kati mondta, én szerintem egy életre szóló élmény lehet ez egy ilyen önkéntesség.
És a harmadik lehetőség, amit még megtehetsz, hogyha szeretnéd látni ezeket a csimpánzokat, akkor a Jane Goodall Intézet szervez ökoturista utakat Ugandába, aminek része az, hogy ezt a szigetet megnézik az ökoturisták. Úgyhogy ha esetleg egy ilyen túra érdekelne, ebben nagyon sok minden benne van. Tehát megmutatják a humán projekteket is, megmutatják a gorillákat, megmutatják a csimpánzokat, nem csak itt a menhelyen, hanem csimpánz trekkingre is viszik az embereket. Tehát egy nagyon klassz ökoturista program van összerakva, akit érdekel, jelentkezzen bátran, és akkor a Jane Goodall Intézettel lehet így menni felfedezni Ugandát. Hát én szerintem nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Én köszönjük szépen a figyelmet, vagy én mindenképpen, és akkor én átadnám a szót Andrásnak, hogy lezárja az egészet, ha gondolja. Köszi szépen, Kata, nagyon érdekes, meg Kata, másik Katának is nagyon köszi. Így szerintem nagyon jó volt a persze ezt nem én fogom eldönteni, de én nagyon élveztem. Örülünk, hogy neked tetszett, te vagy a főnök. Az előadást, de így köszönöm szépen, meg nagyon jó Lesen. Volt, hogy így velünk együtt kim voltatok Ugandába, és tényleg így megoszthattuk egymással ezeket az élményeket. Így szeretnénk még több ilyen előadást, meg beszélgetést is a jövőben, akár jelenléttel, és így sokkal közvetlenebbül megoszthatjuk egymással azt is, hogy a csimpánzok milyen csodálatos lények, és mindenképpen dolgozzunk azon, hogy fennmaradjanak. Arról nem is beszéltem még, hogy meg egyikünk se, hogy amikor még Jane megérkezett, akkor több millió csimpánz élt Afrika szerte, mostanra már csak 250-300 ezer egyedük él Afrikában. Úgyhogy ez is látszik, hogy mennyire hatással vagyunk a földre, meg az élőlényekre, de igazából mi vagyunk azok, akik meg is fenthetjük őket, meg mi tudjuk támogatni ezeket az erőfeszítéseket, amiket akár a Jane Goodall Intézet, akár más csimpánzokkal vagy élőlényekkel foglalkozó szervezetek tesznek a világ jobbításáért, úgyhogy mindenképpen támogassátok, meg mi is támogatjuk persze ezeket a szervezeteket munkával, önkéntes munkával, adományokkal. A honlapunkat keressétek meg, a janegoodall.hu, és azon keresztül is tudtok adományozni, örökbe fogadni, hogy éppen plusz csimpánzt láthatunk Katánál. Igen, csak el szerettem volna köszönni. Köszi Szia, szépen, meg. Hogy itt voltál, meg akkor remélem, hogy mindenkivel találkozunk holnap a Győri állatkertben, a Szentis János állatkertben, a Csimpánz kifutónál leszünk. Adománytárgyakat viszünk, és játékokat. Délelőtt én is ott leszek. Köszi már úgy Győrben az állatkertben. Szuper. Mindannyian ott leszünk, úgyhogy legyetek ti is ott, és kövessetek minket a továbbiakba is közösségi oldalainkon, a Jane Goodall Intézetet, Afrika Katát is természetesen, és sokkal több információt juthattok, hogyha folyamatosan követtek minket, vagy akár hírlevélre feliratkoztok. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, megköszönöm szépen nektek is, Katák, hogy itt voltatok, és segítettek szebbé varázsolni ezt a csimpánzok világnapját. Köszönjük a lehetőséget, András, és sziasztok! Köszi, sziasztok!